Na, itt is vagyok. Elnézéseteket kérem. Kis pihenésemért. De a szükség nagy úr. Na szóval. Elvileg, ugye Anna, meg ugye Tamara, azok ugye lóval jöttek. Egészen addig, amíg valahol itt a környéken, pontosan itt. Bele nem botlottak valami dögbe. Ami ugye szétszabta Annának a lovát, és elragadta őt. Witcher érzékem segítségével... Ez nem tudom, hogy kicsoda, micsoda. Nézz utána fennmaradó veleni nyomoknak és keresd meg a váró feleségét. Hát veleni nyomoknak igazából... Próbálok én itt körbenézni meg minden, de hát... Rohadtul nem látok semmit. Semmilyen nyomot, semmilyen piros nyomot nem ad a játék. Több mint valószínű, hogy ezek szerint a bárós cuccot kell megnézni. Hátha-nátha, most leadom a bárónak azt, hogy Tamara ugye nem fog visszajönni. Hát, hogyha a báró mond valami plusz információt, aminek következtében el tudok indulni. Tovább. Mert így gyakorlatilag, hogy egy valamilyen bestia megkaparintotta a feleségét, és elrabolta, elvitte magával, hát ez így eléggé tág. Ezzel nem sok mindent tudok kezdeni. Mert az a dög az lehet bármi, meg vihette bárhová. Kellene valami támpont még. Velem meg eléggé nagy. Úgyhogy... Muszáj lesz beszélni a báróval. Jó, szerintem Keszegnek itt jó lesz a helye. Bocsánat. Itt nem kéne lenni egy kovácsnak? Na mindegy. Nem tudom igazából, hogy hogyan kéne megtalálni Annát. Folyamatosan gondolkodok rajta, hogy milyen nyomaink vannak. Tehát milyen nyomaink lehetnének. Tehát hogyan lehetne jutni hozzá, de semmi. Semmi ötletem nincs. Na jó, gyorsan mentünk egyet. Na bárókám. I'm listening. What do you come to me with? Az, hogy a drágátos lányod az nem jön vissza. Gave Tamara your gift. How'd she react? Probably not like you'd have wanted. She threw the doll away. Threw it away? Oh, gods, I hoped, despite all. Oh. Well, what of Anna? Still don't know anything specific, but I'm on her trail. Well, will you stand there like a knob? Find her! Jó, viszlát. So long. Nézz utána a fennmaradó veleni nyomoknak és keresd meg a báró feleségét. Még mindig. Jó. Akkor az lesz, kérlek szépen bennetek. Kett. Küldetés. Na. Egy dolog, amit a halász említett, nem hagyta nyugodni a Witchert. Úgy tűnt, Anna kezén különös jegyek látszottak, melyek tűzben égtek, mert a pokolfajzat feltűnt. Mi okozhatta őket? Mi a jelentésük? Geralt nem kaphatott választ, míg meg nem találja Annát. Aki, ha még életben van, valahol görbelápol lehet. Tamara viszont görbeláp. Görbelápi fúriák. Oké, megyünk oda. Kész, ennyi. Megvan a nyom. Görbelápi fúriákhoz kell mennünk. Na, akkor zúzás. Addig nem fogom megtudni az információmat, amit szeretnék. Vicsa érzik egy segítségbe, keresd meg a szentélyt, ami a csemegék ösvényét jelzi. Jó, akkor a csemegék ösvényét megkeressük. Utána megkeressük a fúriákat a görbelápon. Ja, ez a báró embere, jó. Az engem nem érdekel.
Keszeg. Keszeg. Jó. Go, go. Na. Na. Aj, ez így necces. Jó, megvan. Na. Zúzzunk. Gyerünk. Bágta. Görbelapi fúria, görbelapi fúriák. Azt hiszem, hogy arról voltak is izé videók azokról a fúriákról. Hogyha arról a három boszorkányról van szó. Körül volt egyszer egy ilyen egy órás videó. Még hónapokkal ezelőtt. Egy fél évvel, egy évvel ezelőtt kb. Az volt az első ilyen Witcher-es izé gameplay, amit kiadtak a... Witcher YouTube oldalán. Nem fog eszembe jutni annak a neve, az a gameplaynek annak a neve, na mindegy. Keszeg, gyere! Dolgunk van. Még pedig eléggé sok minden. Egy, arra fele megyünk. Mégpedig úgy, hogy erre fele jövünk. Az úton. Azt megnézzük, hogy arra fele milyen dögök vannak. Meg milyen rejtett kincs van. Mert azt már elfelejtettem. Maradj az úton. Jó. Gólok. 9-es szintűek. Most nem tudom elmenteni a játékot, most már sikeresen el tudom menteni a játékot. Hogy egy megvan. Hogy? Hát ez kicsit korai volt. Nesza neked, te dög. Azt hittem már nem dobtak semmit. Szörnyál. Szörny szem, szörny szív. Szörny száj. És mi volt itt az érték? Mi itt az érték? Mit nem veszek itt észre? Hát látom, mi van itt. Ó, rubin! Valami hosszú kard, szén hamu. Hát látom, mi ez itt amúgy? Rejtett kincs. Na most, hogyha egy rejtett kincs lennék... Ó, lépes méz, királyság. Nagyon isten királyság. Szedek én össze inkaját. Na. Gyanta, ez is meteorit. Igen. Hoppá. Meteorit, hibátlan gyémánt, igen. Akkor is itt van valamit, nem veszek észre. Valamit nagyon nem veszek észre. Mint hogyha a föld alatt lenne valami. Rejtett kincs. Aha! Jó van. Azért csak észrevettem. Na. Vissza az ignit. Aha, ott egy holttest.
Vagyis a gondolom én, hogy holttest, gyémántpor. Igen. Keményített bőr, na az jó. Kincses láda kulcsa. Pipa. Gyűrött feljegyzés. Cseberből vederbe. Olvasd el a feljegyzést, amit találtál. Nem. Mentés. Utána olvassuk el a feljegyzést, nehogy nekem kifagyjon. Na. Kérlek szépen benneteket. Nem, nem itt van. Akkor gondolom én, hogy egyéb tárgy vagy küldetéstárgy lesz. Gyűrött feljegyzés. Ó, de rohadt hosszú. Na. Katonák jöttek. Hogy a miáink vagy az övék, nem tudom. Már nem is igazán számít. Hallottam, hogy véglovagolnak az úton, elbújtam. Beszegeztem az ajtót, talán nem jutnak be. Egész éjjel... Az egész éjjel gyíkolással és nők megbestenésével töltötték. Láttam az egészet a repedésen keresztül a falon. Csontig rágtam a körömet, hogy ne sikoltsak. Nem tudom, hogy bárki másnak sikerült elbújnia, talán nem. Láttam, hogy kirángatják a Anthost, a mezőn bújt el, a szénakaza mellett, ahol dolgait is elrejtette, megkorbácsolták. Meghallottak, tudják, hogy itt vagyok benn, nem nyitottam ki, amikor dörömböltek. Azt hittem kifüstölnek, mint azokat, akik a magtárban bújtak meg. Aztán lóra ültek és elmentek, most minden csendes, csak a legyeket hallom, amint a holttestek fölött köröznek. Próbáltam kinyitni az ajtót, kinyitni az ablakot, kiásni magam, lyukat ütni a falban vagy a tetőn, semmire sem megyek vele. Hallottam az embereket, akik a holtakat kifosztani jöttek, nem tudom miért hiszik. Nem tudom miért. Hisz, csak bemocskolt ingak és kapcarongyok maradtak. Ja, segítséget kiáltottam, nem feleltek, már csak a gólok jönnek. Ja, már csak a gólok jönnek, ja. Micsi érzéket használtam, a kutasd át a halott rejtek helyét. De ez meg volt. Vagy nem? Ja nem! Ez nem a rejtek helye. Na, ugorjunk ki. Köszönöm. Mi ez? Ja, a kerítés. Szóval Witcher érzéket segítségével állj be középre. És nézz körbe. Hát, nem tudom, mit kéne látnom. Lehet, hogy nem is itt fönt kéne keresgélnem. Hamu. Az ott micsoda? Meteoritérc, ja. Halott rejtek helyét. Aha, ott van. Valami. Ez itt micsoda? Zárva. Na! Magma me armelvért. Több spiritus, igen. Fejszés nadrág. Na! Mentés. Aha, ez a melvért, ez úgy, ahogy van, ez gyengusz. De ez a fejszés nadrág, ez erőteljesebb. Ugyanazokat adja, mint ami most van, csak sokkal jobban. Úgyhogy csere. Jó, királyságosság. Majd nehezen, de az is sikerült megtalálni, mit tesz a cuszlit. Na. Akkor ennek örömére. Ugye ez megvolt. Megkeressük Keszeget, aztán megyünk szépen tovább. Mégpedig az úton. Szóval el kell mennem arra, és a következő leágazásnál kell jobbra fele mennem. Mégpedig akkor itt. És akkor ez az út szépen el fog vezetni minket valami kis településre. Utána még egy település, és a település után fogunk eljutni abba a görbelápi izébe. Gondolom én. Jó. Radeon udvarház. Vagy Riadon, nem tudom. Valami hasonló. Na most jön az a kérdés, hogy melyik az az útszakasz, ami tovább visz, de gondolom én ez a hátsó. Jól sejtem? Jól sejtettem, igen, ez a hátsó visz tovább.
Jó, akkor szépen haladjunk. Most mehetünk. Hát jó, egy kicsit leváljuk az utat. Árok mély. Hirdető tábla, jó. Az igen. Mit prüszköl itt Geralt? Jó, egy éles kanyar jobbra, és menjünk szépen tovább. Take it easy. Hát menjünk szépen akkor a falun. Talán így biztonságosabb. Az igen. Valamit be kéne tennem amúgy a zsebbe. Az alsó zsebbe valami használhatót. Közben figyelem ugye a tájat. Ó! Oh! Másszunk ebből ki? Hol tudok én itt átmenni? Mert itt le van szakadva ez a híd. Azt mondja, hogy kerüljem meg. Ott meg tudom kerülni? Itt ezen a részem? Azt mondjátok? Hát elvileg megkerülhető. Hát, amilyen gyorsan belém kötöttek, olyan gyorsan el is hagytak. És akkor megérkeztünk a görbelápi fúriákhoz. Elvileg. Semmi. Semmi extra nincs. Valami dög van ott nekünk most éjszakra. Azt hiszem itt az ideje, hogy lábbusszal menjünk tovább. És megnézzük, hogy ez itt micsoda. Micsoda érzék a segítségével kövesett csemegék ösvényét. Ezt az ösvényt? Jó. Biztonság kedvéért mentek én is egyet. Uh-huh. Ezekkel lehet valamit kezdeni, vagy csak a játék mutatja, hogy csemege? Uh-huh. Jó. Ugye mézes kalács házikó, gondolom én. Meg kell találnunk a mézes kalácsos házikót. Ami szerintem ott lesz. Ez mi ez? Zafírpor meg aranypénz. Az mindig jól jön. Nem akarok direkt gyorsan futni, mert még a végén belefutunk valamibe, amiben nem szeretném, hogy belefussunk. Aha. Úgy tűnik, hogy megérkeztünk. Doug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking, strung him by his feet. Cook then bled him empty, stripped his skin off clean. Laughed and said how tasty, best sausage I have seen. Cook's a stupid killer. Shouldn't have ate the pup. Now we'll light a fire. Gonna roast him up. One, two, three. The one to fetch the kindlings. Thee! Interesting rhyme. Don't know you. Go away.